Az árakon már egyáltalán nem látszik, hogy 2016-ban 5%-ra csökkent a sertéshús áfája. Akkor néhány hónapig még érezhető volt a húsboltokban a kedvezőbb ár. Most szinte többet kell fizetni, mint az áfa csökkentés előtt. Az áremeléseket én nagyobb részben most az utóbbi egy-két hónapban tapasztaltam, illetve hát mindenki most tapasztalhatja. Igen, akkor ugye tavaly januártól visszamentek, ugye az áfával csökkentett árakra a sertéshús árak, és hát most a beszerzési árak emelkedése indokolja a sertéshús áraknak az emelését. A múltig tudnak nyomott árakon dolgozni, ezért a nagyáruházak húspultjain előfordulhatnak akciós termékek, azonban egy kis húsbolt költségeit nem lehet kitermelni 1000 forintos lapockával, vagy éppen combbal. A sertéshús árak alakulása, most, hogy konkrétak legyünk az utóbbi pár hónapban, én azt gondolom, hogy azokhoz az árakhoz képest egy olyan majdnem 40%-kal megemelkedtek, tehát a beszerzési árak. Ez azt eredményezte, hogy jelen pillanatban a kis kereskedelemben, a kis magánhúsüzletekben most már 1400 forint környékén vannak akár a sertés combárak, 1500-1600 forint körül van egy csont nélküli tarja, tehát azért elég magasan vannak az árak jelen pillanatban. A tulajdonos szerint ezek az árak már nem fognak emelkedni, sőt az év végén még egy kis árcsökkenésre is számíthatunk. Nehéz megjósolni, hogy a sertéshús ára hogyan fog alakulni. Nekem a tapasztalatom, illetve a gondolatom az erről, hogy én szerintem ez most már azért a tetejének kell, hogy legyen. Tehát most már az élő sertés árak annyira megemelkedtek, hogy azt gondolom, hogy megéri disznót tartani ma Magyarországon, és én szerintem itt a vége, bízzunk benne, vagy talán egy picit esetleg még mérséklődhetnek évvégéig. Évelején a baromfi hús áfája csökkent, ami egy kis korrekció után stagnált, azonban az elmúlt hetekben a szárnyasok ára is elkezdett szép lassan felfelé kúszni.